Sebestyén István barack ültetvényének egy részében egyáltalán nem történt fagykár, ami alapvetően a fajta választásnak köszönhető. Olyan fajta van itt, ami az évek során bebizonyosodott, hogy fagytűrő. Ez a Kyoto fajta. Ezen kívül most már vannak más fajták is kísérletbe bevonva, illetve egyes gazdáknál már termesztésbe is. Úgyhogy a jövő az azt mutatja, hogy föl kell készüljünk itt az időjárásnak a gyökeres megváltozására. Tehát a természet eléggé kiszámíthatatlanná vált. Mindenki talán érzi, hogy nincsenek igazán évszakok, vagy egy hónapon belül akár három évszak is van. És hát az idei évben a tavasz az nagyon-nagyon korán jött el. Gyakorlatilag ez volt a legkorábbi virágzásunk, már február utolsó napjaiban kivirágzott a kajszi. Volt egy pár fagyos éjszakánk itt is, ugyanúgy, mint az ország más részében. Nálunk kevésbé volt érezhető a fagy. 2019-es nagy termésű év után számos gazda ki akart vágni az ültetvényből, mert hogyha nincsen leritkítva, akkor iszonyú apró gyümölcsöt hoz. És hát a 2019-es év után sorra jöttek a fagyos évek. Tehát számolni kell a technológiában azzal, hogy minden évben lesz fagykár. Háromféle járható út van ennek a problémának a leküzdésében. Az egyik az a technológiaváltás, amire szintén fogok majd példát mutatni. A másik a fagytűrő fajtáknak a bevezetése, és hát a harmadik az a fagy elleni védekezés. Tehát e három dolog nélkül nem fogunk tudni gazdaságosan kajszit termeszteni. A fagy ellen számos módon lehet védekezni. Fagynak alapvetően két típusa van, ugye a szállított fagy és a kisugárzásos fagy. Ezek vagy külön jelentkeznek, vagy együtt jelentkeznek. Alapvetően lehet védekezni szélgépekkel, amik lekeverik a felsőbb meleg levegőt az alsóbb szintekre, de lehet védekezni hőközléses eljárással is, amikor úgynevezett ilyen kályhákat, pelletkályhákat vagy parafinkályhákat helyeznek ki az ültetvénybe, és hőt adnak le az ültetvénybe. Egyelőre nehéz megmondani a fagykár mértékét. Tolna megyében úgy látjuk, hogy a dombos részeken ott szerencsésebb a helyzet. A mi integrátori körünkben, ami Kisvejke és 20 kilométeres körzetét jelenti, ahol nagyjából olyan 300 hektár kajszi van eltelepítve, ott azért most elsődlegesen úgy gondolom, hogy egy 50%-os, 50, talán 60%-os termés lesz. Még nem tart az ültetvény a fagyokat követő úgynevezett gyümölcshullás végén. Gyakorlatilag a növény a túlélésért küzd ilyenkor, és hát az utódjától fog először megszabadulni. Benke László 25 hektár kajszi ültetvényén is korábban indultak a tavaszi aktuális munkálatok. Jelenleg 25-26 ember ritkít itt, zöld ritkítás folyik, ahhoz, hogy a barack méretet érjen el, normális eladható méretet, ez export vagy belföldire, teljesen mindegy, ahhoz ilyenkor meg kell ritkítani, olyan 8 cm-enként lehet egy gyümölcs. Tehát itt van olyan fajta, melyiknek a 80%-át leszedjük ilyen apró, mogyoró nagyságú méretben. A következő, vagyis hát egyszerre folyik, viszont a sorköz és a soraj tisztítás, a sorköz az mulcsodással, a soraj pedig gyomírtással folyik. Ez a gyümölcsös a környéken a legmodernebbnek számít. Mi a hátam mögött látszik, Olaszországból, Ferrara környékéről, hát loptuk, de nem kellett lopni, mert segítenek abszolút az ötlettel. Ez egy kandelábeles ültetvény, az olaszok így hívják. Ferrara környékén a szaporítóanyagot onnan szerezzük be, és eljönnek, segítenek egyébként, bármiben tanácsot adnak, elmondják, hogy mit, hogyan kell csinálni. Sortáv, tőtáv, fajtából, rengeteg fajtából lehet választani. Az ötlet az onnan jött, hogy kénytelenek vagyunk fejlődni. Tehát a munkaerő hiány hozza azt, hogy ennél a fajta ültetvénynél picit kevesebb
munkaórával tudunk dolgozni hatékonyabban, kevesebb emberrel. Másik előnye még ennek a típusú telepítésnek, hogy valamivel több lesz a termés átlag. Tehát minőségi gyümölcsöt lehet itt termeszteni, és amit mondtam az előbb, tehát az emberek hiánya, az idei munkások hiánya, ez az ültetvény gépesíthetőbb. Öntözés nélkül nagyon bajos termeszteni. Nagyon bajos, nem tudjuk a minőséget elérni öntözés nélkül. Kisveike és környékén közel 400 hektáron termesztenek a szövetkezetben működő gazdák gyümölcsöt, ezen belül a fő profiljuk a kajszi barack.